gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. A zeng, a zene szól, látom ragyogó szép orcát. Az Szigetiné vagyok. 16 éves voltam, mikor kivittek bennünket Németországba. Július 8-án érkeztünk ki 1944-be. A nagynéném a három gyerekkel elpusztult. Anyukám, a két húgom, a nagypapám, a nagymamám. 14-en mentünk ki a szűk családból, és egyedül jöttem haza. A vallásosak is mondják nekem, hogy az Istenről megint odajukadtunk ki, hát nem lehet nélküle, hogy csoda volt, hogy én átéltem ezeket. Mondom, hát milyen csoda, hogy átéltem. Nekem ezt nem kellett volna átélni. Csoda lett volna, ha az anyám is megmaradt volna, miért kellett őt elégetni? Meg az öcsémet, meg a nagyapámat. Miért kellett ezt, meg a többieket? Nem sorolom föl mindegyiket, de... Én nem tartottam magam se zsidónak, se kereszténynek, semminek. Én egy magyar parasztnak tartottam magam. Ez az igazság. És nem értettem, hogy mi a baj. De aztán, mikor jött a dobos és kidobolta, hogy a zsidók azok nem nyithatnak egyszer kiüzletet, nem mehetnek a vonaton csak a harmadosztályon. Aztán és kezdték ilyen apró cseprő dolgokkal körülbástyázni ezt a témát, Nem láttam tisztán a vallások között, hogy mi itt a különbség, és miért pont a zsidókat. Aztán egyszer mondják, betörték az összes zsidó szatós üzletnek az ablakát, és kirabolták ezeket az embereket. De borzasztó gyorsan mentek a dolgok. És álltam és néztem a felvonulást, és ahogy fenyegettek és haigáltak, és ott a zsidólány, gyerünk, üssük agyon, stb. És akkor kezdtem észbe kapni, hogy te jó Isten, itt valami történik, itt valami olyan történik, amire én eszembe se jutott gondolni. Hát hol vannak a barátaink? Miért hagyják, hogy ezt csinálják? Akkor éjszaka megint betörték az összes zsidó kereskedőnek az ablakát, kirabolták őket, olyan szegény emberek voltak, sokan lengyel zsidók voltak. És olyan sok gyerekes, szegény emberek voltak, akiknek alig volt mit enni. És egy lóval, szekérrel mentek be Debrecenbe a nagykereskedőtől árut hozni, és tőlük meg hitelbe vettek, mert nem tudtak fizetni az emberek, pláne ezek a várkáncsosok, akik a hegybe laktak. Az Engel nagymama és az Engel nagypapa 85 éves volt a nagypapa, 44-ben 80 éves a nagymama, természetesen a gettóba bevitték őket, és utána Auschwitzba. Ez szintén Széchenyben készült, ez a Kertész Bandi, aki én nekem életem első nagy szerelme volt, és sajnos ő nem maradt életben. Ő akkor Klej Magda, majd később a Somogyi Magda, ő. Ezt én csináltam róla szintén ott a műterembe, és hát akkor nem gondoltuk, hogy nagyon rövid idő múlva nem ebbe a bocskai ruhába, Auschwitzba fog menni, és végig szenvedte, de ő az életben maradt. Széchenynek a főutcája, és ez volt az ő üzletük, Ez pedig egy családi kép, a öccse, a mama és ugye a papa, akkor még ez is, az büszkén lefényképeztették magukat még katonaruhába, még nem maradtak életben.
Ez az unokaöcsém, pedig már ő is Pesten dolgozott, a Laci, Földes Laci, az unokaöcsém. Újpesti zsidókat, azokat elvitték, deportálták, nem úgy, mint a pestieknek, Pesten volt a gettó, de az újpestieket, azokat elvitték, és őt is, és ő se jött vissza, és meghalt. Akkor ő 17 éves. 17 éves volt. Ez a öcsém Pista. Apám, édesapám Mélkat is Günzkirchenben vitték, majd megmutatom a képeket, és ott a erről hát nagyon nem is tudok beszélni. Egy túlélő, a édesapámnak egy barátja, egy túlélő szécsémbe, aztán ő mesélte el nekem, hogy a Pistával találkoztak a menetbe, és Pista 16-17 éves volt, és a fiatalabbak azok még sokkal nehezebben bírták ugye a koplalást, és úgyhogy nagyon sovány volt, nagyon le volt fordva, és hát apámmal megismerték egymást, de leülni nem lehetett, mert akkor lövik, aki nem tud menni, és leül, és apám a hátára vette, és úgy vitte. Pista jóval magasabb volt, mint édesapám, és aztán már sajnos meghalt ott, de apám akkor is vitte, és akkor már a többiek könyörögtek apámnak, hogy hát letegyék, és le kellett, hogy tegyék. 1944-ben Újpestről, mert oda menekültünk ki, Újpestről deportáltak minket, édesanyámat, a bátyámat és engem. Bécsbe, illetve hát Strasshofba, a Strasshofi gyűjtőtáborba, onnan Bécs egyik külvárosába, Floridsdorfba kerültünk, ott voltunk különböző lágerekben. Édesanyám és én túléltük, a bátyám szegény 16 évesen elpusztult. Nem értem. Édesapám, mint munkaszolgálatos, aki egyébként 6 évig volt bevonulva, 6 évig. Alig láttuk, alig ismertük mi gyerekek. Mauthausenben, a Gunskirchenbe került, és ott pusztult el az egyik bátyával egy. Egy ilyen reggel bejött a Cirrezső tanító úr, vele együtt belépett az osztályba az iskola igazgató úr, akit úgy hívta, hogy Risner Károly, magas férfi volt, hullámos ősz haja volt, kék kiálló szemekkel, és zsidók, álljatok föl. Hát fölálltunk, voltunk egy néhány zsidó gyerek, kifele, és kifele. És ők kísértek minket végig a folyosón, egész ide a kapuig, itt van néhány lépcső, mind gyerekek már a járdán voltunk, ők ketten megálltak itt a kapuba, és az igazgató úr még kiabált utánunk, hogy ne merjetek ide még egyszer visszajönni. Nincs is semmi keresnivalótok, már így is többet tudtok, mint amennyit kéne. És ebbe igaza volt, mert mi mindig jó tanulók voltunk. Egyik nap megjelent nálunk a fodrász, feleségével, és a következőt mondta, hogy magukat innen el fogják vinni. És nem tudjuk, hogy hazahozzák-e vagy nem. Jó lesz, ha a vagyonukat ránk iratják, mert akkor, ha meghalnak, akkor egy jó magyar ember kapja. Hogyha meg hazajönnek, akkor majd még visszaadjuk. És akkor egyik napon a faluba a dobos kidoboltatta, hogy minden zsidó álljon ki az utcára, a rajta lévő ruhán kívül semmi se lehet, csak 3 napi ennivaló, és egy nagyon kevés pénzt,
Őszintén szóval nem emlékszem, hogy mennyi volt az a kevés pénz, mert innen el kell, hogy menjenek a gettóba. És előállnak a szekerek, és akkor mindenkit felpakolnak, és csak nézem, nagymamám hozza a kis gyógyszeres dobozát, nagyon kicsi kis csomagot, egy párnát, egy takarót, és felültetnek bennünket a szekére, a csendőrök két oldalt körülvesznek, és azt mondták, hogy téglásra megyünk, az egy közeli község volt, és ott lesz a gettó, és oda kell menni, mert mostantól kezdve ott lakunk. Hát az apámnak textilüzlete volt, Kassán, ha jártál, már jártál Kassán. Hát tudok neked mutatni térképet a régi Kassáról, és van nekem térkép az új Kassáról, mert megváltozott ott minden. Különösen az a rész, ahol laktunk. Az üzlet volt, amit magyarok alatt úgy hívtak, hogy Horthy Miklós tér. A csehszlovákok alatt úgy hívták, hogy Legionárske námestje. Egy szép napon bejött egy hivatalnok úr, egy biztos úrral, aki rendőr volt, de úgy kellett mondani, hogy biztos úr. Körülnézett az üzlethelyiségbe, megnézte mindent, amit lehetett megnézni, mindent megnézett. Az árut, ami illeti, tele volt az üzlet áruval, két helység volt, volt az előső helység, ami az utcára volt, kirakat. És kirakat is volt, és volt a belső, ott is minden tele volt. A földtől a plafonig polcok és textiláru. És azt elvették az apámtól a kulcsot, őtet kitesékelték, becsukták a lakatokat, rátették az olomplombákat, és be volt fejezve, volt, nincs üzlet. A férfiakat már behívták akkor munkaszolgálatra, úgyhogy csak idős férfiak voltak, nők voltak és gyerekek. Hát ez szörnyű volt. Leültünk és nem tudtunk szavakat találni, hogy egyik percről a másikra ez hogy történhetett. Később, amikor hazajöttem, akkor hallottam, hogy még nem voltunk tégláson a gettóban, még a közelébe se voltunk, már ásták felfele. Szinte az egész falu benne volt abban, hogy ássák a kincseket. De a Somogyi Margit mondta nekem, az megkeresett, hogy már, még sehol nem voltatok, amikor már mindent felástak és széthordták. Tehát itten abban a nagy feszültségben voltak egy csomóan, akik a zsákmányra estek. És ezt nyugodtan elmondhatjuk, mert ez se Eichmann, se nem tudom ki nem parancsolta meg senkinek. Három napra való ennivalót lehetett vinni magunkkal. Hát úgy emlékszem, hogy egy kenyér, egy kis üveg zsír és rántás, meg nem is tudom, hogy levesnek való valami, egy csomag krumpli. Nagyon kevés volt az, amit lehetett magunkkal vinni, de 3 hétig voltunk a gettóban. A második napon megjelent egy csendőr, a bába és egy orvos, aki nem a falusi volt, hanem egy teljesen idegen, akiket még sose láttunk. Az udvaron felállítottak 2 vagy 3 lepedőt és egy ilyen dikószerű ágyat, ezt így hívták, egy ilyen kis faágy, amin volt egy kis szalmazsák, és közölték, hogy a nők is, a férfiak is mind egymás után itt jelenjenek meg, feküdjenek meg, meztelenre vetkezzenek le, mert belső vizsgálat következik, hogy nem-e dugtunk el Napóleon aranyat vagy egyéb értéket. Fiatal lányokat, kislányokat képzeljétek el, akiknek a bába belenyúlt a hüvelyébe, folyt a vére, ugyanazzal a kézzel, ugyanazzal a vérrel, a másikba, a harmadikba, mert hát ezek már nem élő emberek, mit számítanak? Az orvos ott állt, a csendőr ott állt, és nézte, és aki jajgatni mert, hogy jaj, de fáj, meg nem tudom micsoda, akkor azt mondták, hogy fogják be a szájukat, mert még lesz robb, és a férfiakat ott állították sorba, hogy nekik pedig a végvelükbe úgy állították 4 kézláb, hogy a végvelőbe tudna belenyúlni.
Szóval képzeljétek el, mikor az az egész társaság átment ezen a szörnyűséges tortúrán, mindenki sírt, mindenkiből folyt a vér, nem volt ott egy fehér ruha, amivel meg lehessen törölközni, nem volt víz, amivel meg lehessen mosdani. Szóval annyira letört és rettenetesen, nem hogy szomorú, hanem semmibe vett, lenézett, rogynak, megtaposott emberek voltak, akik nem tudták, hogy most már csak a legrosszabbra számíthatunk, ha ilyeneket csinálnak, ha gyerekekkel is ilyeneket, öregekkel ilyeneket csinálnak. Egyik napon sorba állítottak bennünket, és azt mondták, hogy fel kell szállni az állomáson a vagonba, mert megyünk a debreceni téglagyárba. Bevittek oda bennünket, szakadt az eső, és a hatalmas kémények alján, a sárba, oda leültettek bennünket. Szóval fentről az eső, lent a sár, megfázott mindenki, köhögött, volt, aki vért hányt, volt, aki nek ilyen véres hasmenése volt, nem volt WC, nem lehetett inni, enni. Szóval egyszerűen ez a vég volt már. Szóval ez már Magyarországon a vég volt. Még nem voltunk Auschwitzban, azt se tudtuk, hogy a világon van, nem is hallottunk róla soha. De az, amit itt Magyarországon már csináltak velünk, már az lényegében egy halál előtti állapot volt. És nem értettük, mert németet egy darabot se láttunk, katonát se semmit, mert voltak egy darabig, aztán elmentek keletre. Hát most megértettem, hogy miért kell a veder, mert a lovakat kell itatni. Na de hol vannak lovak? Hát ott nincsenek lovak, se a vagonban, se a vagon kívül. Nem telt bele egy óra, már tudtam, hogy hol vannak a lovak, mik voltunk a lovak. És akkor megjöttek a csendőrök, és elkezdtek minket, hogy bevagonírozni. Ami nem ment olyan könnyen, mert a vagonnak a padlója, az a talajtól volt körülbelül 1 méter, 1,5 méter magas. Most ki volt a tömeg, az a 16 ezer személy, a lélek, vagy hogy mondani, ember? Nagy részük asszonyok voltak, mindenféle korú nők. A férfiak, akik katonakorban voltak, azok nem voltak ott, azokat elvitték a munkatáborba. Hát voltak, öregek voltak, és gyerekek, nagyon sok gyerek volt. Most asszonyok nagy hassal nem tud fölkapaszkodni egy ilyen padlóra. És ugyanakkor már hátulról a csendőrök püfölnek, ütnek a gumibotokkal, meg puskatusokkal, meg kiabálnak. És öreg emberek, ott volt a nagyapám. Két szeme le volt kötve, azt nem meséltem el, hogy miért. Én voltam a vakvezetője, az unokája. Hát hogy tud egy ilyen 80 éves ember fölkapaszkodni egy ilyen mesére? Voltak köztünk invalidok, hadirokkantak, az első világháborúban harcoltak a magyar hadseregben, falában, meg vakon, meg kéz nélkül. És jöttek a mellüken, itt voltak a kitüntetések. Mert mindegyiknek volt kitüntetése, kitüntetett katonák voltak, tisztek, de hát a csonkák voltak, hogy tud egy ilyen fölmászni a vakon? Úgyhogy annyi verést kaptunk, amennyi belénk fért. Ugyanakkor ott álltak az SS katonák is. Ők nem szóltak egy szót se, nem nyúltak senkihez. Ők csak nézték, hogy a magyar csendőrök a kakastollas kalapokkal, hogy ütik, verik, püfölik a zsidó embereket. Hát igen, hát az nagyon nehéz dolog volt azokat a szerencsétlen nőket, a karjukon csecsemő, a nagy hassal, a két kezével viszik, húzzák maguk után a gyerekek. Hát az nem nagyon, nem nagy dolog, ahhoz igazán nagy hősöknek kellett legyen, hogy azokat verjék, és így kell kényszerítsék be a vagonba. Hát ők meg akarták úgy látszik mutatni a SS katonáknak, hogy ezt ők jobban tudják csinálni. És ebbe igaz, sikerült nekik, mert jobban is csinálták. Mikor ebédosztás volt, és alig néhányan álltunk a lábunkon, és vittük mindenkinek a csésze valamit, csészát egy ilyen plé bögrében. És akkor hiába szólongattam anyut,
nem kell lesznek. Nem, mert már nem élt szegény, nyitott szemmel feküdt, és akkor odajött a Strauss néni, és azt lecsukta a szemét, és mondta, hogy kislányom, anyukád már nem él, edd meg a levesét. És a világ komolyan beleborzongok most, ahogy mondom, világ legtermészetesebb dolga volt, hogy én megettem a levest. Most erre már nem emlékszem, hogy ő mondta, hogy húzzam le a cipőt, vagy nekem jutott eszembe, hazudnék, ha mondanám, mert erre nem emlékszem. De tudom, hogy az anyu cipője rákerült akkor az én lábamra. Jó, hogy egy kicsit nagy volt, de hát az nem számított, az nem volt érdekes. Kell valamit borzul. Az, hát akkor, ha az apukája ott volt, azt tudja, hogy mikor elhasználódtak az emberek, jött mindig utántöltés, igaz? Igen. Na mostan ott volt az egyik unokatestvére, egy nagyon szép, jóvágású, 23 éves srác volt. És jött az utánpótlás, a bátyja. 23 éves volt a Sanyi akkor. Na mostan meglátta, a bátyja benn volt a századba, ami akkor jött, és oda akar szaladni az Józsihoz, és elkapták, és a Józsi előtt verték agyon. Agyon verték. Józsit lefogták, és végig került neki nézni, hogy az öcsit halálra verték. Összeszedték a betegeket, udvarra parancsolták, az udvaron kiásott, tehát a rendelőintézet udvarán, a fal mellett kiásott hosszanti gödör tömegsírt szolgált, ide lőttek bele 40 férfit és 44 nőt. A felszabadulás után 45 áprilisában következett be az exhumáció és az agnoszkálás. Itt egyértelmű volt, hogy a betegek, tehát a halottak közül orvosok, betegek, ápolók voltak egyaránt. Majdnem mind a 84 szemét be lehetett könnyen azonosítani, részben a kivégzéskor nem jelenlévő személyzet, részben a környékbeliek is ismerték az orvosokat, betegeket, és ne felejtsük el, hogy januári kivégzést 45 áprilisában, tehát ritkán adódott a történelembe, hogy ilyen rövid idő múlva a kivégzést követően történik meg az exhumáció és agnoszkálás. Kell talán egy névről is emlékeznünk, Tamáska Lórán professzor, a Bonctani Intézetnek a vezetője volt, aki
személyesen segédlettel végezte el az exhumáció után az agnoszkálásokat, és jegyzőkönyvezte minden egyes kivégzetnél az agnoszkálásra szokás azonosító jeleket, nevesítést és jegyzőkönyvbe diktálta. Magát az exhumálást filmre, Ék Sándor jóvoltából filmre vették, és öt kirendelt fotós végigfotózhatta az eseményeket, hogy ott addigra összefogott 14 nyilas, akik részt vettek a kivégzésekben, ők maguk a kivégzés tevőleges résztvevői voltak, őket fölsorakoztatták, és végig kellett nézniük, ahogy ezeket a kivégzetteket a sírgödörből, az árokból darabonként elővé szedték. Egyszer egy nagybátyámtól egy bődületes nagy pofont kaptam, mert azt mondta neki, Jenő bácsi, legyen szíves, mondja meg, hogy hol volt az Isten, mikor elvittek bennünket. Mondom, oda beszélt a Sári néni, a leánya az épbe, és egy akkora pofont kaptam tőle. Azt mondta, vedd tudomásul, akármi történt, Isten akkor is van. Azt nem tagadod meg soha. Szóval ez nekem lett, és én most is minden nap megkérdezem, hogy hol van. Nem lehet vele törődni. Azt mondták, hogy jelentkezzen az, aki levelet írt, és én jelentkeztem, voltunk vagy 20-an, akik küldtek levelet, és 3-an voltunk, vagy 2-en ellen, mert nem emlékszem, akik felnyújtottuk a kezünket, és azokat kikötötték, a kikötés az fához kötötték ki, és arról volt szó, hogy az én levelemet nem is találták meg. És volt egy testvérem, aki 23-ban született, és azt is munkaszolgálatosnak elvitték, és munkaszolgálatosként meghalt 23 éves korában. Milyen körülmények között, azt nem tudom, de akik visszajöttek Egerbe, egy páron már visszajöttek, mondtam, és azoktól hallottam, hogy nem tudta a munkát végezni, és azokat eltették lábalól. Ez a munkaszolgálatos ügyekre vonatkozik, és akkor, amikor a munkaszolgálatnak nem volt vége, de táborokat alapítottak, amit nem tudtunk, akkor vittek el Bergen-Belsenbe. Nem akarok mondani pontos időt, nem volt 2 év, másfél év volt, hogy ott voltunk, és azt már mondtam, hogy Hannoverhoz volt közel Bergen-Belsen is, és a Bergen-Belsenbe a 10-es lágerbe helyeztek el, és a Bergen-Belseni tartózkodás az volt a legrosszabb. Mentek a autók, és az autóknak volt egy hátsó része,
és az le volt takarva ponyvával. És egy valaki mondta, hogy a ponyva elfújta a szél, és csontvázak voltak, mert meghaltak éjszaka, azok 30 kilósak voltak, vagy nem tudom én, és olyat láttam, vitték őket a krematóriumba, mert itt kis krematórium volt, és elégették azokat a csontvázakat. Ne haragudj, most úgy néz ki, hogy nem igaz semmi. Úgy néz ki. Most felemelem a hangomat. Úgy néz ki, hogy nem történt semmi. Sokszor mondták nekem, főleg keresztény barátaim, ismerőseim, hogy Iván, fogadd el ezt a helyzetet. Fogadd el ezt a helyzetet, és békülj meg ezzel. A megbocsátás nagyon szép erő, és ezt én magam is vallom. De ez nem vonatkozhat a holokausztra. Ez megbocsáthatatlan. Elmondtam azt a barátaimnak, akik ilyen irányba próbáltak befolyásolni, hogy én a magam részéről megbocsáthatok, hiszen csak egy ember vagyok, egy túlélő vagyok, és nem sokat számít, hogy megbocsátok vagy nem. De én a magam részéről, a lelkiismeretem szerint megbocsáthatok azoknak, akik tudatlanul kényszer hatására megtévesztettek voltak, és közreműködtek ezekben a dolgokban. Ezeknek én megbocsáthatok, mert van könyörületesség is az emberben. De a halottak helyett nem bocsáthatok meg. Nem. Soha. Soha. Azt intézzék el azok, akik ezeket a szörnyűségeket elkövették. Én nem adhatok nekik felmentést. Nem is akarok. És nem is tudok. Hogy itt tulajdonképpen egy felfoghatatlan, irracionális eseménysorozattal állunk szemben, ami integrálhatatlan a történelemben. Megmagyarázhatatlan, hogy miért történt. Heller Ágnes például ezt a nézetet vallja. Véleményem szerint teljesen másról van szó. A holokauszt nagyon is racionális, bármennyire is ezek a képsorok felkavaróak, de racionális abban az értelemben, hogy bármikor máshol is, mással is megtörténhet. Pontos okai vannak, hogy miért történt, ezek az okok reprodukálhatóak, és az áldozatoknak a szerepe ugyanúgy változhat. Ugyanis ha irracionális volna, akkor úgymond egy isteni sorscsapás, ami ellen védekeznünk sem kell, és amiért felelősek sem vagyunk. Véleményem szerint azon a bizonyos társadalmi körülmények együtthatói olyan szituációkat eredményeznek, amelyek automatikusan ilyen és hasonló tömeggyilkosságokhoz tudnak vezetni. Az első világháború végén azonban szinte a semmiből, legalábbis külső szemlélőnek úgy tömeg, szinte a semmiből egy egészen viharos antiszemita mozgalom indult el, amely egyébként akkor Európában piacvezetőnek is számított, hogyha ezt a szót használhatom, tehát a náci Németország későbbi vezetői igazából a magyar fajvédelmet tekintették például. Actually, it seems that wherever I go, I have to stare into a bottomless pit of guilt, and I'm submerged into darkness. Úgy tűnik, bármire megyek a világon, és találkozom ezzel a történelemmel, valami feneketlen mélységébe tekintek a sötétségnek, a bűntudatnak. One Holocaust survivor, whom I got to know very well, summed up his thoughts about the well-known question, where was God in Auschwitz? Nagyon kedves zsidó barátom úgy foglalta össze ezt a kérdést, amikor a holokausztról beszélgettünk, hol volt Isten Auschwitzban? I quote,
This is the wrong question, because humanity must answer God's question, where is your brother Abel? Az idézet így folytatódik. Ez a kérdés, hol volt Isten Auschwitzban, nem a megfelelő kérdés. Az igazi kérdés, amely sürgetően választ keres, hol volt az emberiség? Hol volt 1900 év keresztény értékeinek és hitének gyümölcse? Az emberiség válaszol tartozik Isten kérdésére, hol van a te testvére, Ábel? Talán annyi még, hogy ugye most már nem várják az öregek tőlem azt, hogy választ adjak arra, hogy miért volt a holokauszt. Az elején még fölkettették, én nem akarom, magamban sose firtattam, hogy ez provokatív volt-e vagy sem. De már a vendégektől sem kérdezik. Tehát nagyon érdekes módon, mondjuk volt itt egy Franciaországból egy hölgy, akinek munkácsiak voltak a családja, mindenkiért kiirtották, az ő kapcsolata az mondjuk nagyon sajátos volt a Jóistennel és az ünnepekkel. Ő mindig feltette ezeket a kérdéseket, de már nekem nem. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ez ne történjen meg még egyszer, ehhez a legnagyobb talán okozójaként a közönyt kell felhozni, mert hogyha nem lett volna ez a közöny, akkor valószínűleg nem jutott volna a világ idáig. Tehát ha nem lettek volna jó példák, akkor azt mondhattuk volna, hogy igen, hát ilyen volt a világ, de nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Tehát akadtak jó példák. Az, ami ma igyekezett van, az abban ezt az egyet nem látom, hogy kinek hol van a felelőssége. Nem párolog el ez a teher. Az erkölcsi vétek ebben a világban, hogy magától nem oldódik fel. Ez olyan, mint az anyag megmaradás törvény. Ha valamit elkövettük, azt nem lehet megsemmisíteni. Valamiképpen ebben lelhetjük meg a titkot. Kell valaki, aki elvigye a bűn terhét. Kell valaki, aki elkezdje felvállalni ennek a terhét. Ez magától nem fog elpárologni. Ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet eldugni. Ezt nem lehet agyon hallgatni. Ezt valakinek vinni kell. Valakinek fel kell vállalni. És úgy gondolom, mint megbékélési modell, korunkban azt jelenti összefoglalva, hogy nekünk találkoznunk kell zsidóknak és nem zsidóknak. Kell, hogy inspirációt nyerjünk a külső forrásokból, hogy valaki közvetítőként összehozom bennünket. És szerintem ez lehet maga Isten is, Isten igéje, Isten szava, de lehetünk mi is egymás számára egy bátorítók. Valamiképpen meg kell tanulnunk őszintén beszélni egyszer. Lehet, hogy már évtizedek óta a testvérek együtt éltek, de nem mondták ki az igaz szót. Hogyha nem ismernéd magad, megismerheted, ha akarod. És ez a nagy felejteni akarás, ez a nagy becsukott szeműség, ez pont arról beszél, hogy nem tanultunk a holokausztból. Semmit nem tanultunk. És azért félek attól, hogy ismétlődik. Hogy ez eljöhet megint. És ki tudja még, minek kell történnie, de egyáltalán nem mindegy az, hogy mi, akik itt vagyunk, akik ezt ismerjük, vagy olvassuk a Bibliát, milyen pozíciót veszünk fel, mit gondolunk, mit mondunk ebben a világban, a gyerekeinkben, a gyülekezeteinkben, az egyházközségeinkben. Látjuk ezeket a dolgokat? Készek vagyunk-e szembesülni? El tudunk-e jutni eddig, hogy valakinek el kell hordozni, el kell vinnie a balhét, a terhet. Oda tudunk-e sorakozni egymáshoz, őszinte szóért, és Isten irgalmát kérve, hogy
jöjjön és segítsen meg. Und deswegen stehen wir hier. Emiatt állunk itt. Wir stehen hier, damit so etwas nie wieder passieren kann. Azért állunk itt, hogy ilyen soha többé ne forduljék elő. Die Todesmärsche gehören zu dem letzten Kapitel des Holocaust. A halálmenetek a holokauszt legutolsó fejezetéhez tartoznak. Und die Todesmärsche stehen auch dafür, dass der Holocaust unter den Augen der Bevölkerung stattgefunden hat. És egyben azt is mutatják, hogy a holokauszt a lakosság szemei előtt zajlott. Niemand kann sagen, dass er nichts gesehen hat. Senki nem mondhatja, hogy nem látott semmit. Die Todesmärsche, die wurden gesehen. A halálmeneteket látták az emberek. Sie wurden in Deutschland gesehen. Németországban látták őket. Und die wurden auch in Ungarn gesehen. Amik éppen Magyarországon is. Und die Bevölkerung hat nicht nur zugeschaut, sondern hat sich sogar mit beteiligt. A lakosság nem csak nézte, hanem részt is vett bennük. Und danach sprachen sie nicht mehr darüber. És utána hallgattak róla. Most itt a német tettesi nemzedék leszármazottaiként állunk. Unsere Vorfahren waren bei der Wehrmacht, bei der Waffen-SS. Az elődeink a Wehrmachtnál, a fegyveres SS-nél szolgáltak. Sie waren aktiv oder passiv am Holocaust beteiligt. Aktívan vagy passzívan működtek közre a holokauszban. Aber solange unsere Vorfahren beteiligt waren und schuldig geworden sind, de míg a mi elődeink részesei voltak ennek és bűnössé váltak, müssen die Nachfahren, die Kinder und Enkel über die Geschichte sprechen. Az utódoknak, az unokáknak, gyerekeknek beszélnünk kell mindenről. Ob das in Deutschland ist, mindegy, hogy Németországban történt, oder ob das in Ungarn ist, vagy Magyarországon, más vagy máshol. Wir erleben in Europa wieder ein Aufkommen und Aufblühen des modernen Antisemitismus. Európában ma a modern antiszemitizmus feltámadásának vagyunk a tanúi. Wir erleben das genauso auch in Ungarn. Ugyanúgy megéljük itt Magyarországon is. Wir erleben das, wir zur Zeit des Nationalsozialismus, wir wieder schweigen darüber. Amiképpen a nemzeti szocialista időkben most is a hallgatás leple borul erre. Und deswegen sind wir mit dem Marsch des Lebens unterwegs. Ezért indultunk el a menetelés az életértre. Und unterwegs sind. Együtt azon nemzetek képviselőivel, akik velünk vannak úton. Zusammen mit den ungarischen Nachfahren der Tätergeneration. Együtt a tettes nemzedék magyarországi leszármazottaival. Deutsche und Ungarn. Németek és magyarok. Genauso Juden und Christen. Zsidók és keresztények. Unsere Stimme zu erheben. Hogy felemeljük a hangunkat. Dass wir nie wieder schweigen dürfen. Hogy nem szabad tovább és többé hallgatni. Én is. Magyarként, als Ungar, magyar keresztényként, als ungarischer Christ, magyar keresztény katolikusként, als katholischer ungarischer Christ, azt mondom, hogy ez nagyon fáj. Sage, dass es mir sehr weh tut. Nagyon fáj az, ami testvéreinkkel, barátainkkal történt. Es tut mir sehr weh, was mit unseren Geschwistern, unseren Freunden geschehen ist. És ami bennem van, und was jetzt in mir ist, fájdalommal kevert szégyen, eine Scham gemischt mit bűnbánat, mit Schmerz, Reue, de valahol reménységgel ötvözve. Aber irgendwo fühle ich auch Hoffnung. Vállalom és vállalnom kell annak felelősségét, hogy én és atyáim védkeztünk. Ich muss die Verantwortung tragen, dass ich und meine Väter gesündigt haben. Védkeztünk Isten és ember ellen. Wir haben gegen Gott und Menschen gesündigt. Keresztényként. Als Christen. Nem csak az én egyházamnak, az én keresztény népemnek a dicsőségével azonosulok, hanem azonosulok ennek a népnek a bűnével, sondern identifiziere mich auch mit den Sünden und der Scham dieser Nation. Ezeket a tetteket, amiket itt hallottunk, weil magyarok die Taten, was és magyar keresztények követtük el. 600 ezer honfitársunk. 600.000 Mitbürger den Tod fanden. És hogyha a végső számot akarjuk kimondani, wenn wir die Schlusszahl akkor ezt 3-4-jel kell megszoroznunk, hogy megkapjuk az ő gyermekeiket és unokáikat is. Nagyon örülök, hogy templomban lehetünk, ich freue mich sehr, dass wir hier ami a találkozásnak egy helye.
Találkozás Isten és ember, Mensch und Gott, és találkozás ember és ember. Und zwischen Mensch und Mensch. Sokan kérdezték, és sokan kérdezik is, abban az időben is, most is. Haben viele gefragt, damals und heute auch. Hol volt akkor az Isten? Wo war damals Gott? Ugyanúgy, mint Illés proféta idejében is. Genauso wie zur Zeit des Propheten Elia. Hol van Illés Isten? Wo ist der Gott Elias? Én úgy gondolom, Isten ennek a kérdésnek a reciprokát teszik rá. Ich glaube, Gott stellt jetzt die gleiche Frage. Hol van Isten Illés? Wo ist der Elia Gottes? Hol voltak a vészkorszakban Isten emberei? Wo waren die Menschen, die Leute Gottes, die Diener Gottes in dieser Zeit? Aber trotzdem. Hogyan lehetséges az? Wie ist es möglich? Passívan. Dass die meisten Menschen passiv es zuließen. És sokan voltunk, akik tevékenyen segítettük polgártársaink kiirtását. Én nem bújhatok ki ennek a keresztény felelőssége alól. És nagyon fáj, hogy ilyen szörnyű része is van a múltamnak, a hátteremnek, a gyökereimnek. Sőt, szégyenem kettős. Szégyenem azt, ami történt, hogy egyáltalán ilyen megtörténhetett. Ich schäme mich, weil so etwas überhaupt geschehen konnte. De szégyellem azokat is, akik ezt nem szégyellik. Erő ébred bennem, eine Kraft, és küzdeni fogok, hogy ilyen soha többé ne történjen. Hölgyeim és uraim, meine Damen und Herren, az igazság erősebb. Die Wahrheit ist stärker. A szeretet erősebb. Die Liebe ist stärker. Isten erősebb. Gott ist stärker. Ezért van bennem remény. Deswegen habe ich Hoffnung. Und meine Großväter und Großväter waren beteiligt an Gräueltaten, wirklichen Gräueltaten. A nagy és dédszüleim valóban borzalmakban vettek részt. Und es hat mein Herz zerbrochen. Ami teljesen összetörte a szívemet. Und ich bin heute hier. Azért vagyok ma itt. Um das Schweigen über meiner Familie zu brechen. Hogy megtörjem a családom fölötti hallgatást. Mein Großvater war 1944 in Debrecen. A nagyapám 1944-ben Debrecenben volt. Und er war als Wehrmachtssoldat dort. A Wehrmacht katonájaként. So im März 1944 hat ist die Wehrmacht nach Ungarn einmarschiert. 44 márciusában vonult be a Wehrmacht Magyarországra. Und wir haben in Deutschland eine Auskunft, wo man erfragen kann, was die Großväter gemacht haben. Németországban van egy hivatal, ahol meg lehet tudakolni, hogy a felmenőink mit tettek a háborúban. Mir wurde dort gesagt, dass die Deutschen als Freunde nach Ungarn gekommen sind. Ott nekem olyasmiről beszéltek, hogy a németeket barátokként fogadták itt Magyarországon. An dem Tag, wo die Wehrmacht nach Ungarn einmarschiert ist. Aznap, amikor a hadsereg bevonult az országba. Es war der Tag, wo für jeden ungarischen Juden das Todesurteil gefällt wurde. Akkor mondták ki a halálos ítéletet minden magyar zsidó fölött. Und ich bin hier, um das jüdische Volk hier um Vergebung zu bitten. Azért vagyok itt, hogy a zsidó néptől bocsánatot kérjek, megkövessem. Als Nachfahre eines Wehrmachtssoldaten. Mint egy Wehrmacht katona leszármazottja. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Teljes szívemből bánom. Wo wir ihre Familien ausgelöscht haben. Hogy a családjaikat elpusztítottuk. Wo wir ganze Generation ausgelöscht haben. Egy egész nemzedéket gyilkoltunk meg. Super von Herzen leid. Teljes szívemből bánom. Hogy az unokái tudnánk lenni. Én nem vagyok az ön unokája, de én egy unoka vagyok a tetteseknek. A nagyapám, aki Wehrmacht katona volt. Aki Ukrajnában is volt. És Ukrajnán keresztül Magyarországra. És innen Ausztriába ment.
Ich kenne meinen Opa als einen sehr unpersönlichen, zurückgezogenen Menschen. Én a nagyapámat úgy ismertem meg, hogy mint egy személytelen ember, aki visszahúzódott. Und laut dieser Papiere von der Azok a dokumentumok, amit megtalált, az megigazolja, hogy Ausztriába ment tovább. Und er hat einfach Tod und Angst und Schrecken in diese ganzen Länder reintransportiert. Halált és borzalmakat vitt ezekbe az országokba, hozott ezekbe az országokba. Und er kann heute nicht hier stehen. És ő ma nem tud itt lenni. Ich weiß nicht mal, ob das tun würde. De én nem is tudom, hogy ha itt lenne, megtenné-e. Aber es ist mir ein großes Anliegen. De nekem ez egy nagyon nagy teher. Dass ich all die Menschen, die dadurch betroffen sind. Hogy azokat az embereket, akik valahogy megivannak a családtagokon keresztül érintve. Ob das jüdische Menschen sind. Hogy a zsidók, vagy magyarok. Önnél is, öntől is kérek bocsánatot, mert ott volt Magyarország, Mauthausenben. Teljes szívből sajnálom. És én azért állok itt, hogy ezt a hallgatást megtörjem. Mert én akarom mondani, hogy ilyen soha többé ne történjen meg. Ott, ahol ő halált hozott. És borzalmas dolgokat. Fájdalmakat. Das kann ich eigentlich nur hier stehen. Das tut mir leid. Das ist eben, dass da aus dieser Wurzel irgendwann was Leben hervorkommt. Azért imádkozom, hogy ebből a gyökerekből valami élet jöjjön. Du bist nicht schuldig. Nem vagy für die hibás. Für die Vergangenheit. Gar a múltért. Es tut mir sehr leid. Nagyon du sajnál. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ist mir aber ein herzliches Schuldigen. Für den, der es nicht mehr kann und nicht gemacht hat. Szívből mondom. Und ich glaube. Én hiszem. Testvérekként meg tudjuk fogni egymás kezét, egymás szemébe tudunk nézni, és tudunk gondoskodni arról, hogy még egyszer ilyen borzalom nem csak a zsidókkal, hanem egyetlen egy teremtett emberrel se történjen meg. És bár az utazásotok már több száz kilométert ölel föl, ez mégis egy belső útnak csak egy töredéke. Mert a belső útjaink a leghosszabbak mindig. Az lenne a jó, hogyha a múltnak a bűnére, a szétválasztás bűnére úgy tudnánk visszaemlékezni, hogy nem akarunk ebben részesek lenni. Nem akarunk úgy gondolni a zsidó testvéreinkre, hogy ők és vagyunk mi, hanem úgy gondoljunk rájuk, hogy ők is mi vagyunk. És amikor a áldozatokra gondolunk, akkor ne úgy gondoljunk rájuk, hogy ők és voltak a mások, voltak a mieink, hanem ők is mi voltunk, az áldozatok is mi voltunk. A mi gyászok is ez, és a mi tragédiánk is ez. És az elődeinek a bűne az volt, hogy úgy tudták rájuk gondolni, mert ilyen volt a kor, és így nevelkedtek, és így tanították is egymást, hogy voltak ők, akik itt nem mi vagyunk, és ha velük történik valami, az nem velünk történik. A magyaroknak is azt mondtam, már annyit szövegeltünk, én köszönöm azt, amit tesznek, a szavak már lejáratottak, csak a cselek. Én ezt szívből tudom. Ezt tudják, hogy
Oké. Okay. Már sírjön szokt is. Egy héttel ezelőtt elmegyem Sopronba. Nagyon sokan voltunk. Ott egy szálba környékén sok német, sok fiatal. Sokan. 150-200, aztán felnőttek is. És egy gyaloglás indult el onnan. Egy héten el gyalogoltak. Közülük van egy kis csapat itt el. Isten hozott itt, ugye? Egyetlen egy dolog, amit tudtunk, az az volt, hogy az én dédnagyapám in Dachau-ban. Dachau-ban volt. Sagt euch Dachau was, könnt ihr damit was anfangen? Tudtok-e valamit kezdeni Dachau-ban, tudjátok-e, hogy mi az? Es ist ein KZ gewesen im Süden von Deutschland. Konzentrationsstábor volt Németország déli részén. Ganz nah bei München. Münchenhez nagyon közel. Etwa 60.000 Menschen sind dort umgekommen. Körülbelül 60.000 ember pusztult ott. Das einzige, was ich von meinem Urgroßvater wusste, egyetlen dolog, amit én a Dédnagyapámról tudtam, war, dass dort in einer Schreibstube tätig war. Az volt, hogy ott egy irodában volt alkalmazott. És hogy azokat a dátumokat is ő jegyezte be, amikor ezeket az embereket ugye megölték. Heute die Ausstellung mit begleitet. Egy olyan dolgozóval beszéltünk, aki ott most a Hauban dolgozik. Und der hat uns erzählt, also unsere Familie erzählt. És hogy elmesélte a mi családunknak azt. Dass die SS-Aufseher in Dachau nicht nur eine Position hatten. És hogy az SS-tisztek Dachau-ban nem csak egy pozícióval, nem csak egy tisztséggel rendelkeztek. Sondern dass es ein sogenanntes Rotationsprinzip gab. Hanem, hogy ott egy meghatározott rotációs elf szerint működtek. Das bedeutet, mein Urgroßvater war an allem beteiligt. Tehát ez tulajdonképpen semmi más nem jelent, mint azt, hogy az én dédnagyapám mindenben felelősséget vállalt, hogy mindenben kivette a részét. Er wusste Bescheid über den Mord. Minden tudott a gyilkosságokról. Er war vermutlich selber beteiligt daran. Valószínűleg ő személyesen érintett is volt ezekben. Hat alles gesehen und war überall dabei. Mindent látott és mindenhol ott volt a kapcsán. Aber genauso haben wir gemerkt, wenn wir heute schweigen. De észrevettük azt, hogyha mi ma hallgatunk. Und gleichgültig sind über den Antisemitismus in unserem Land. És közömbösek vagyunk az antiszemitizmussal szemben adott esetben mi saját országunkban. Machen wir nichts anderes wie unsere Vorfahren. Akkor nem teszünk semmi más, mint amit az elődeink is tettek. Deshalb ist es für uns auch so ein großes Anliegen. De ezért olyan fontos a mi számunkra az. Nicht mehr zu schweigen. Nem hallgatni többé. Sondern auch die Wahrheit auszusprechen. És kimondani az igazságot. Teljesen világos a számunkra, hogy nem tudjuk meg nem történtét tenni a dolgokat. Aber es kann Herzen und Nationen heilen. De szíveket és nemzeteket tud meggyógyítani ez. Oft erleben wir, dass danach Holocaust-Überlebende aufstehen. Gyakran veszük észre azt, hogy mindezek következtében holokauszt túlélők állnak fel. Sie sehen uns plötzlich als ihre Enkel. És hogy úgy látnak minket hirtelen, mint a saját unokáikat. Und sprechen uns Versöhnung zu. És megbocsátanak. Und gleichzeitig sagen sie, wir haben auch nie darüber gesprochen, was bei uns passiert ist. És akkor azt mondják számukra, hogy, tehát azt mondják nekünk, hogy mi sem beszéltünk erről a családban sosem, arról, ami történt. Wir haben genau Deutschland. Én is Tübingenből jövök, egy dél-németországi kisvárosból. Und es ist wirklich eine Ehre für uns als Deutsche hier in Tübingen, hier in Ungarn zu sein und hier willkommen geheißen zu werden. Megtisztelés számunkra, hogy ide eljöhetünk ide Magyarországra, Tübingenből, és a gondolatainkat megoszthatjuk veletek. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Keresztények voltak a legfanatikusabb zsidó gyűlölők. Auch das ist für mich als Christ sehr beschämend. Számomra, keresztény számára ez rendkívül szégyenletes. Und es hat zu tun mit etwas, was man als Ersatztheologie bezeichnet. Ennek ahhoz van köze, amit manapság úgy fogalmazunk meg, hogy helyettesítési teológia. Schon im 4. Jahrhundert unserer gemeinsamen Geschichte als Christen hat das begonnen. Már a 4. században, Krisztus után 4. században, ami közös keresztény múltunkban kezdődött ez meg. Weil wir als Christen Juden aus unseren Gemeinden rausgeworfen haben. Mert mi keresztények a zsidókat a gyülekezeteinkből kiraktuk. Obwohl Jesus selber Jude war. Noha Jézus maga is zsidó.
All die Evangelisten, die Jünger, die Apostel, Juden waren. Az összes apostol, tanítvány, evangelista mind zsidó volt. Vielleicht kennt ihr das auch. Talán ti is tudjátok ezt. Dass man im Alten Testament über Israel liest. Ahogy az Ószövetségben Izraelről olvasunk. Und einfach das für sich selber nimmt. Azokat a bibliai kijelentéseket, melyeket az Ótestamentumban olvasunk, nem ritkán saját magunkra is értelmezzük. Als ich Christ geworden bin, war das so in meiner Gemeinde. Amikor én keresztény lettem, az én gyülekezetemben ugyanígy történt. Wir haben Verheißungen für Israel gelesen. Olvastuk azokat az ígéreteket, melyeket Izrael kapott. Und haben sie auf uns selber bezogen. És magunkra vonatkoztattuk. Ist an sich auch gar nicht so falsch. Ez önmagában nem helytelen. Aber weil nie über Israel gesprochen wurde. De mivel soha nem volt szó Izraelről. Nie über Juden als Volk. Vagy a zsidóságról, mint népről. War das für mich als existieren Juden gar nicht. Számomra ez valahogy úgy volt, hogy zsidók egyáltalán nem is léteznek. Ich kannte selber auch persönlich keine Juden. Személyesen nem is ismertem zsidókat. Und man hat bei mir in der Familie auch nicht über Juden geredet. És nálunk a családban sem beszéltek zsidókról. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Egy keresztény családban nőttem föl. Und als ich 19 Jahre alt war, habe ich mein Leben bewusst Jesus Christus anvertraut und mich bekehrt. Amikor 19 éves lettem, akkor személyesen döntöttem Jézus mellett és átadtam az életemet neki, vagyis megtértem. Ich habe angefangen zu beten, die Bibel zu lesen und eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Elkezdtem imádkozni, a Bibliát olvasni és Jézussal egy személyes kapcsolatot kiépíteni. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass da Dinge in mir waren, die nicht gut waren. De egyidejűleg felfedeztem, hogy bennem egy csomó dolog nincs rendben. Ich wusste, Jesus hat mir meine Schuld vergeben und ich bin Kind Gottes geworden. Tudtam, hogy Jézus megbocsátotta a bűneimet, Isten gyermekévé váltam. Aber trotzdem war in mir noch eine große Finsternis. De ennek ellenére egy nagy-nagy sötétséget éreztem önmagamban. Es war zum Beispiel so, dass ich sehr hartherzig war. Például nagyon kemény szívű voltam. Und sehr schnell zornig geworden bin, speziell auf Leute, die vielleicht schwächer waren. Hirtelen haragú voltam, különösen azokra az emberekre lettem gyorsan pipa, akiket nálamnál gyengébbnek éreztem. Eltern nachgefragt, habe einen Stammbaum aufgemalt. Elkezdtem a szüleim után érdeklődni, megpróbáltam felrajzolni a családfámat. Und das war dann, ich war sehr erstaunt bei dem, was dabei herauskam. Nagyon meglepődtem, ami kiderült. In meiner Familie wurde die Geschichte eines Urgroßvaters von mir erzählt. A családunkban beszéltek egy dédapáról. Und es hieß, dass er während des Krieges beim Roten Kreuz gewesen sei und Sanitäter war. Akiről úgy hír lett, hogy a háború idején egészségügyis volt és a Vörös Keresztnél szolgált. Dann habe ich aber von einem Archiv eine Auskunft bekommen. De aztán egy levéltártól kaptam ezt a levelet. Wo stand, dass er in Nordfrankreich war und Kriegsgefangene bewacht hat. Ahol az áll, amelyben az áll, hogy Észak-Franciaországban szolgált és hadifoglyokra felügyelt. Insgesamt stellte sich heraus, dass 3 meiner Urgroßväter in der Wehrmacht waren. Kiderült, hogy 3 dédnagyapám is a Wehrmachtban, a német hadseregben szolgált. Ein weiterer Großonkel von mir. Egy másik nagybátyám pedig. Über den habe ich eine Information bekommen, dass er in einer Einheit war, die hieß Selbstschutz. Amely egy úgynevezett önvédelmi egységben szolgált. Und als ich darüber recherchiert habe, habe ich herausgefunden, és amikor erről az egységről kutatást kezdtem, kiderült, dass dieser sogenannte Selbstschutz Lublin, hogy ez az úgynevezett lublini polgári védelem nevű egység, für die Erschießung von mehreren tausend Juden verantwortlich war. Több ezer zsidó agyonlövetéséért volt felelős. Als ich das bekommen habe, hat mich das sehr erschüttert. Amikor mindez kiderült, rendkívül megrendültem. Und ich bin damit in die Seelsorge gegangen. És lelki gondozást kértem. Und habe einfach Jesus um Vergebung gebeten. És kértem Jézust, hogy bocsásson meg. Zuerst für meine eigene Hartherzigkeit und Antisemitismus in meinem eigenen Herzen. Először bocsássa meg a magam kemény szívűségét és a saját antiszemitizmusomat. Und gleichzeitig auch für das, was meine Großeltern, Urgroßeltern während des Zweiten Weltkriegs getan haben. Majd azt is, hogy bocsássa meg mindazokat a bűncselekményeket, amelyeket a dédszüleim, nagybátyám elkövettek.
reménykedtségemet. Lassen Sie mich meine Geschichte zu erzählen. Édesapámat 1944-ben Hidegség Ilona-Major helységben, ahol önök is jártak a nyugati határon, dacára annak, hogy magyar nyilasok lőtték le, ennek ellenére az önök látogatása és a találkozása önökkel. Aber das Treffen mit Ihnen jetzt und heute számomra szó szerint egy lelki kárpótlás. Németül szólok önökhöz. Und ich weiß, es ist die Sprache der Mörder des Holocaust. És tudom, hogy ez a nyelv a holokauszt gyilkosainak is a nyelve. Wir sind hier mit dem Marsch des Lebens. Azért jöttünk ide a menetelés az életértel. An den Weg von Sopron nach Budapest zurückgelegt. Gyalogmenetben Sopronból Budapestre. Der Weg, der für 75.000 Juden ein Todesmarsch war. Azon az úton, amely 75.000 zsidó számára halált jelentette. In anderer Richtung, Richtung Österreich. Az ellenkező irányba, Ausztria irányába. Und den 25.000 nicht überlebt. Amelyet 25.000 nem éltek túl. Mi az, amiért itt vagyunk, mint a náci tettesek leszármazottai? Először is azért, hogy a túlélőket és azok leszármazottainak tisztességet adjunk, és megemlékezzünk a meggyilkoltakról. Másodszor azért vagyunk itt, hogy szétszakítsuk a hallgatás leplét. Tudjuk, hogy a hallgatásnak ez a leple ugyanígy más országokban is jelen van, és az áldozatoknál is. Tudjuk, hogy megbékélés nem lehet addig, amíg az igazságot nem mondjuk ki. Nincs megbékélés a bocsánatkérés, a megkövetés hiány. Es kann keine Versöhnung geben, ohne dass wir dem ins Auge schauen, was wir selbst getan haben. Nincs megbocsátás, nincs megbékélés anélkül, hogy ne nézzünk szembe azzal, amit tettünk. Észrevettük, hogy az elődeink nem kértek bocsánatot. Sie haben diese Worte nicht gefunden. Nem találtak meg a szavakat ehhez. Und so wollen wir kommen. Ezért mi jöttünk el. Als sie nachfahren. Indultunk neki, mint az ő leszármazottaik. Wir haben immer wieder werden wir gefragt, geht es, dass die Nachfahren um Vergebung? Rendszeresen megkérdeznek minket, lehetséges az, hogy a leszármazottak követik meg az embereket? Manchmal sagen Menschen, du bist doch der Nachfahre, das haben deine Vorfahren getan. Sokszor mondták nekünk, hogy hát te leszármazott vagy, nem te követted ezt el, hanem a felmenőid. Ha én egy magyar zsidó volnék, aki túlélte a holokausztot, és a családom nagy részét elveszítettem volna, akkor várnék egy ilyen alkalomra, hogy legalább egy valaki odajöjjön, és megkövessen. Tudjuk, hogy a megkövetés nem teszi meg nem történté mindazt, ami volt. De segíthet abban, hogy a szívek meggyógyuljanak. A megkövetés segít abban, hogy a szívekbe egy kis békesség be tud költözni. És a mi menetelésünk, ez a mi menetelésünk Magyarországon csak egy picikét járul hozzá, hogy a szívekbe a békesség beköltözzék, és a gyógyulás, akkor megérte ez az út. Mert ezért jöttünk ide. És ebben az értelemben, ebben a szellemben meghajlunk. A náci tettesek leszármazottaiként. Önök előtt, és megkövetjük önöket. Zsidó szívekben ott ül a fájdalom a keresztény egyházak irányába is. A keresztény egyházak nagyon sokszor a maguk eszmeiségével előkészítői voltak ezeknek. Szeretném önöket a mi példánkkal is bátorítani, hogy mert hisszük, hogy ezáltal békesség tud a szívünkbe költözni, és gyógyulás.
ha mindenki a személyes területén a bűnét, bűnt földeríti. Mindenható Nagy Isten, Almesti Gagat, te adtad nekünk azt a parancsot, hogy ne lőjük. Du hast uns das Gebot gebeten, töte nicht. Szégyennel, bűnbánattal állunk most színed előtt. Ich stehe hier beschämt und mit Reue vor dir. Kérjük a te irgalmadat. Wir bitten um deine Gnade. Bocsásd meg mindazt. Vergib uns all das, amit zsidó testvéreink ellen elkövettünk. Was wir gegen unsere jüdischen Geschwister verursacht haben. A cigány testvéreink ellen elkövettünk. Gegen die Sinti und Roma verursacht haben. Bármilyen nőzetet ellen. Und gegen alle Verfolgten. Bocsásd meg különösen azt. Entschuldige uns, das. Magukat kereszténynek mondó emberek tettek. Was Menschen, die sich Christen genannt haben, getan taten. Magyarok tettek. Ungarn. És a te színed előtt mi is. Und hier vor dir stehen. Szeretnénk bocsánatot kérni. Möchten wir um Vergebung bitten. Zsidó testvéreinktől. Von unseren jüdischen Geschwistern auch. Cigány testvéreinktől. Unseren Sinti und Roma Geschwistern. Minden felbarátunktól. Und von allen unseren Menschen, Brüdern. Amen. Dein Bruder. És hálásak vagyunk azokért a keresztényekért, akik meglátták a testvérüket und, és mentették a testvérüket. És szégyellem magamat azok a keresztények miatt, elődeim miatt. Für meine Vorfahren, Christen. Akik nem ismerték és nem vallották meg testvérként die Juden a bajban levő zsidókat. Sőt, talán úgy nyilatkoztak, hogy avagy őrizője vagy. Isten adott egy lehetőséget akkor, hogy őrizőjük lehettünk. Gott hat damals uns eine Gelegenheit gegeben, Hüter unserer Geschwister zu werden. Hogy nem tettük ezért bocsánatot kérek. Dass wir es nicht getan haben. De tanulság, hiszen Isten ma is kérdez bennünket. Aber es ist auch eine Lehre, weil Gott uns heute auch fragt. Ma is megkérdezi, hogy hol van a te testvéred. Heute fragt er das Gleiche, wo ist dein Bruder? És mondhatom, hogy itt van az én testvérem. Ich kann sagen, mein Bruder ist itt hier. Itt van az én testvérem. Und dort. És mondhatom, hogy igen, őrizi a Bruder. Ich will sagen, dass ich Hüter meines Bruders sein will. Ezért az én imádságom az, és szeretném a közös imádságunk lenne. Mein Gebet, und ich möchte, dass das unser gemeinsames Gebet wird. Hogy fölvállaljuk egymást, mint testvérek. Wir einander als Geschwister annehmen. És ne csak ezt tegyük, hanem őrizzük. Und wir sollen nicht nur das tun, sondern einander.